Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és ebben a videóban két hasonló tudású és árazású okostelefon fogok összehasonlítani. Mind a kettő járt már nálunk, mind a kettőt teszteltük, szóval ha érdekel a részletesebb teszt, akkor keresse a csatornánkon, de úgy gondoltuk, hogy így egymás mellett is megérnek egy misét. Bal oldalamon az Asus Zenfone 5 Lite, a jobb oldalamon pedig a Huawei P20 Lite látható, róluk lesz most szó, lássuk, hogy még miben jobb. Ahogy szoktam, most is kategorikusan nézzük végig a két telefont, hogy mi alapján melyik mondható jobbnak, majd a végén levonjuk a konklúziót. Vessünk egy rövid pillantást a dobozokra. Mindkettő fehér kartonból van, mindkettőn ott vannak a márkajelzések, mindkettőhöz van fülhallgató, azonban kettő eltérés van a doboz tartalmát illetően, az egyik, hogy a Zenfone 5 Lite-hoz kapunk ajándékba egy szilikontokot, a P20 Lite adaptere viszont maximum 18 watttal képes tölteni a mobilt, ez az Asus mobilnál maximum 10 watt. Ha egymás mellé tesszük őket, akkor az rögtön szembetűnik, hogy a Zenfone 5 Lite egy picikét nagyobb. Ha pontosak akarunk lenni, akkor 1,2 cm-vel magasabb és fél cm-vel szélesebb. A nagyobb dimenziók esetünkben nagyobb képáltót is eredményeznek, azonban nem lett annyival nagyobb a Zenfone 5 Lite kijelzője, hogy indokolt legyen a sokkal nagyobb méret, ugyanis ha ránézzünk a P20 Lite-ra, akkor ott látványosan kisebbek a kijelző körüli kávák, ebből kifolyólag a Huawei kicsit kompaktabbnak mondható. Mindkét telefonnál közös jellemző a beszédhangszóró, a közelségérzékelő és a fényszenzor, az előlapi kamera is az értesítő LED, azonban a Zenfone 5 Lite plusz egy kamerával és dedikált előlapi vakúval rendelkezik. Ha megfordítjuk a mobilokat, akkor feltűnhet, hogy üveghátlappal rendelkeznek, a Huawei-nél vertikálisan törik meg a fény, az Asus azonban teljesen egyszerű, hagyományos üvegfelülettel fogad minket. Az új lenyomatolvasó azonos magasságban található, de a P20 Lite picivel gyorsabban képes feloldali ellenfelénél. A gyakorlatban szerintem nem számottevő, de egymás mellett azért látható a különbség. A dual kamera mindkét telefonnál adott, ezekről majd kicsit később fogok beszélni. Noha üveghátlappal rendelkeznek, egyiknél sem támogatott a vezeték nélküli töltés, és egyik sem rendelkezik IP tanúsítvánnyal. Körbenézve nagyjából ugyanazokat az elemeket fogjuk megtalálni, pozícióbeli eltérésekkel persze, mindkét mobilon van jack csatlakozó és zajszűrő mikrofon, azonban itt is van két különbség. Az egyik, hogy az Asus Micro USB-t épített a telefon aljába USB Type-C helyett, a másik pedig pont az Asus malmára hajtja a vizet, ugyanis nála nem kell kompromisszumot kötni a bővíthetőség és a dual SIM használat között. A hanghívások minősége szerintem mindkettőnél teljesen rendben van, viszont hangzásban nem vettem észre egyáltalán semmilyen különbséget, ez igaz a max hangerőre, illetve a minőségre is. Dizájnt összegezve mindkét készülék jól összerakott és kezes, a különbség, hogy az Asusnál kicsit nagyobbak a kávák, a Huawei-nél pedig van notch, ami ugyebár sokak számára döntő érv lehet. Nagyon nem magyaráznám túl, hisz mindenkinek más tetszik. Térjünk át a kijelzőkre. Ha nem veszük figyelembe a képaránybeli eltérést, akkor ugyanaz a két megjelenítő felbontása. A gyakorlatban van 120 pixelnyi eltérés a P20 Lite javára, ugyanis 18:9 helyett 19:9-es képaránya rendelkezik a notch miatt. A 6 hüvelykes Zenfone 5 Lite IPS LCD, az 5,84 hüvelykes P20 Lite pedig LTPS IPS LCD kijelzővel rendelkezik. Mi a különbség? Technológiailag a hagyományos IPS nagyobb hőmérsékletet generál, az LTPS viszont köszönhetően az alacsony hőmérsékletű poliszilikonnak nem generál annyi hőt. Ez az elmélet. A gyakorlatban nem vettem észre semmilyen hőmérsékletbeli különbséget, a maximális fényerő körülbelül ugyanannyi, a technológiából adódóan a betekintési szögek ugyanolyan jók, az Asus színei talán picit hűvösebbek, illetve mélyebbek a feketék, jobb a kontrasztarány. Mindkettő remek kijelző, de én ezeket az apróságukat vettem észre különbségként. Szoftver. A Zenfone 5 Lite fedélzetén Android 7.1.1 Nougat alapokon Zen UI 4 felületet találunk, a P20 Lite pedig Android 8.0 Oreo-t és MUI 8.0-át futtat. A két rendszer teljesen más, másképp egyedi. Nekem személy szerint az MUI-val több tapasztalatom van, de a Zen UI-t is egy jól használható, kigondolt, jól működő rendszerként ismertem meg.
Gyakorlatilag teljesen eltérő ikoncsomag és alkalmazás felület jellemzi őket. Az Asusnál alapból van alkalmazás választó lista, a Huawei-nél ez opcionális. Mindkét felület témázható és van memóriakezelő app is alapból. Előre telepített alkalmazásokból a Huawei-en többet kapunk, de egyébként mindkét felület funkciókban és extrákban gazdag. Van mindkettőnél lehetőség az üzenetkezelő appok duplikálására, van egyszerű mód, egykezes felület és szemkímélő mód is, ami viszont csak az Asus telefonján van, az a gyermekmód, ahol a szülő szabályozhatja, hogy meddig és milyen appokat használhat a gyermek. Hardware. A rendszercsíp ugyan nem ugyanaz, de a benchmark teszteken igen hasonló eredményeket kaptunk. A Zenfone 5 Lite belsejében egy Snapdragon 630-as lapka, egy Adreno 508-as grafikus gyorsító és 4 GB RAM teljesít szolgálatot, ezzel szemben a Huawei P20 Lite-ot egy Kirin 659-es lapkával, Mali T830 MP2 grafikus gyorsítóval és szintén 4 GB RAM-mal vértezték fel. A beépített tárhely mindkét telefonnál 64 GB, és mindkét esetben nagyjából 50-51 GB a szabadon felhasználható mennyiség. Ha esetleg ez nem lenne elég, mindkét telefont lehet bővíteni microSD kártyával. Az AnTuTu-n kb. 200 pontnyi eltérés volt, ami gyakorlatilag semmi, a Geekbench 4-en pedig az látszik, hogy egymagos teljesítményben a Huawei, több magosban pedig az Asus a jobb. Megnéztünk néhány gyári és telepített appot, hogy melyiken nyílnak meg gyorsabban, és szinte végig, gyakorlatilag fejfej mellett haladtak, hol az egyik, hol a másik nyitotta meg egy tized másodperccel gyorsabban az adott applikációt. A nagyobb teljesítmény igényű játékoknál általában a Zenfone töltött be hamarabb, de nem sokkal lemaradva követte őt a Huawei is. Adatkommunikáció szempontjából nincs lényeges különbség, mindkettőben van FM rádió, kétsávos Wi-Fi, GLONASS és NFC is. Kamerák. A Huawei-nél összesen 3-at, a Zenfone-nál pedig 4-et fogunk találni. A P20 Lite esetében a másodlagos kamera kizárólag a portréfotók miatt van, a Zenfone-nál pedig mindkét oldalon van egy 120 fokos látószöggel bíró, széles látószögű kamera, ami nem csak a portréfotóknál, hanem a csoportképeknél is jól jön. Az előlapon a Zenfone 5 Lite esetében kapunk egy 20 megapixeles f2.0 rekeszértékű elsődleges és egy 8 megapixeles, ahogy említettem, széles látószögű kamerát. A Huawei esetében a főszenzor 16 megapixeles és a rekeszérték f2.0. A fotókon látszik, hogy részletesebbek és élesebbek az Asus-szal lőtt szelfik, viszont a hőmérséklet hidegebb. Ha áttekintünk a hátlapra, a fő egység mindkét esetben egy 16 megapixeles f2.2 rekeszértékű kamera, amit az Asus esetében egy ugyanolyan széles látószögű kamera segít, a Huawei-nél pedig egy 2 megapixeles másodlagos szenzort találunk. Amit észrevettem, hogy azonos körülmények között a Huawei jobban homályosítja a hátteret, a fénymérés az Asus esetében nem mindig tökéletes, szokásra túlhúzni, így a fehér részek kiégnek, illetve ha belenagyítunk a készült fotókba, akkor látható, hogy a Huawei-nél jobb a vonalélesség. Kinagyítva, mondjuk nem biztos, hogy feltűnnének ezek a különbségek. Amiben az Asus jobb, és ami ebben az árkategóriában egyébként nem gyakori, hogy képes 4K 30 FPS videók rögzítésére is, ebben ő vitte el a pálmát. Akkumulátor. Az Asus nagyobb kijelzője mellé nagyobb telep is dukál, 3300 mAh-ról beszélünk, a Huawei P20 Lite esetében pedig 3000 mAh-s az aksi. Most az én használati szokásaimmal a Huawei P20 Lite-nál nagyjából 4-5 órás kijelzőidőt, az Asusnál pedig 5-6 órás kijelződőt sikerült elérnem, tehát közel azonos, de talán picikét jobb az Asus üzemidőben. A két telefon közül a Huawei képes gyors töltésre, 18 wattos hálózati adapterével kevesebb mint 2 óra alatt fel lehet tölteni, az Asus 10 wattos töltőjével pedig több mint 2 óra a feltöltési idő. Összegezzünk. Melyik a győztes? Nos, ha nem nézzük az árat, akkor a Huawei, ha igen, akkor az Asus. A Huawei P20 Lite hivatalos viszontalapdói ára itthon 119.990, az Asus Zenfone 5 Lite-é pedig 99.990. A 20.000 forintos különbségért a Huawei kompaktabb dizájnnal, USB Type-C porttal és gyorsabb töltéssel kecsegtet, az Asushoz ezzel szemben van alapból TOK, használható két kártyával is mellette bővíthető is, van 4K videórögzítés, mindkét oldalon készíthetünk széles látószögű fotókat, és ugyan minimálisan, de jobb az üzemideje.
Mindenkinek igazából más a fontos, de remélem, hogy ezek alapján sikerült segítenem a döntésben. Én ennyit szerettem volna ebben a videóban, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszönöm a figyelmet. Sziasztok!